Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Ragon Cserita vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Magyar Géniusz program 67 múzeum állít ki Szekszárdon. Kiállítás nyílt a vendéglátóipari iskolában. Templomaink, megjelent Csepregi Ferenc új könyve. A Magyar Géniusz program keretében valósul meg a Kárpát-medencei múzeumok legjellemzőbb műtárgyait felvonultató vándortárlat. Az országjáró kiállítás 2022. áprilisában indult Kecskemétről, végül utolsó helyszínére, Szekszárdra érkezett. A Vosinski Mór Múzeumban szeptember 20-a és december 10-e között tekinthetőek meg a magyar kulturális örökség páratlan műtárgyai. A Magyar Géniusz program keretében a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége koordinálásával, kormányzati támogatással a Kárpát-medencei múzeumok legjellemzőbb műtárgyait felvonultató vándortárlat érkezett a Tolnai vármegye székhelyre. Ezen keresztül, a vándorkiállításon keresztül meg tudjuk mutatni azt a vidéki múzeumokban rejlő tudásanyagot, azt a rengeteg műtárgyat, ami lényegében a magyar nemzet történetének nagyon fontos darabja is, amelyből kirajzolódik az egész ország, illetve a nemzetnek a történelme. Úgy gondoltuk, hogy amikor ez az egész program elindult még 2021-ben, már akkor is ez egy fontos szempont volt, részben, hogy a határon túli magyar vonatkozású múzeumokat, illetve emlékeket is beemeljük ebbe a vándorkiállításba, illetve az, hogy megpróbáljuk minél szélesebb körben, minél hosszabb időn keresztül vándoroltatni ezt a kiállítást, és az országnak a különböző szegletébe eljutatni az ebben rejlő üzenetet, ami a magyar géniuszt jelenti, ami a magyar géniusz vonatkozásában azt jelenti, hogy nem csak egy-egy alkotó vagy fontos történelmi személy lehet ilyen értelemben géniusz, hanem egy-egy történet, egy-egy arra az adott településre vagy tájra jellemző műtárgy is, úgyhogy ilyenekből válogat ez a kiállítás, több mint 100 műtárgy, 67 múzeum adta be ezeket a tárgyakat négy nagy egységbe rendezve. Ami számunkra mondjuk inkább így fontos, hogy ebben van egyfajta összefogás is, múzeumi részről mindenképpen, hiszen ez egy alulról szerveződő folyamat volt, részben a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége is, amely már a határon túli magyar vonatkozási múzeumokat is a tagjai között tudja. A 67 vidéki múzeum által összeállított anyag egyszerre öleli fel a Kárpát-medence történetét és vonultatja fel az ország minden régióját, megismételhetetlen lehetőséget teremtve a magyar géniusz eredményeinek és teljesítményének bemutatására. Közösen összetudtuk adni azt a tudást, illetve műtárgyanyagot ezekbe a kiállításokba, mert hogy nem csak erről a vándorkiállításról van szó, hanem ennek a magyar géniusz programnak van egy másik eleme is, ami rengeteg új kiállítás elkészültét, illetve régieknek a megújítását célozza. Ez egy 3,5 milliárdos állami támogatású projekt, ez egy hatalmas nagy pénz a vidéki muzeológia számára. Ebből egy rész akkor most ezen vándorkiállításon keresztül most eljutott így Szekszárdra, de sokkal fontosabb, hogy az emberek számára is eljusson ennek a kiállításnak az üzenete.
A géniusz mögött rejlő értéket maguk a műtárgyat felajánló múzeumok határozták meg, hiszen az képviseli az intézményt, a települést, annak történelmi és kulturális múltját. A kiállítás fő kurátorai szerint épp úgy géniusz egy magyar gondolat, érzés, ahogyan azok nemzeti hőseink tettei, lángelmeink alkotásai, vagy akár a helyi tradíciókat éltető népi tárgyak is. Régészet, történeti, néprajzi, illetve művészet történi rész, és ezen belül is vannak különböző kis alfejezetek, altémák, amelyek közé csoportosulnak ezek a tárgyak. Mindegyiket föl lehetne sorolni, hiszen a maga nemében ezek mind jelentősek, mondok irodalomtörténetet, Gárdonyi Géza titkos írással írt naplója, József Attila makói évekből származó fiatalkori fotója, József Attila kézirata, Deák Ferenc kézirata, Kossuth Lajos kézirata, Tűr Istvánnak a tábornoki egyenruhája, Bakai Szilárd nyíregyházi illetőségű altábornagy, aki a Horthy féle kiugrási kísérletben részt vett, és mind a két irányból meghurcolták az ő tábornoki egyenruhája. 1848-49-ből kis Ernő altábornagynak az íróasztala, tábori zászlók, 1848 komáromi védőknek a csákója, a képzőművészetből Rip Rónai, Mednyánszki, Bazarelli, Perlott Robert Csaba, Perlott Csaba Vilmos, bocsánat, képek. Én azt gondolom, hogy bármilyen érdeklődéssel, múzeum érdeklődéssel bírnak a látogatók, találnak egyrészt maguk számára érdekeset, de ha az egész végignézik az egész kiállítást, akár a magyar nemzet történetére vonatkozóan is találhatnak új és új momentumokat. Az igazgató hozzátette, hogy a fiatalokat is szeretnék megszólítani. Minden kiállításban prioritást élvez, hogy a fiatalokat, úgyhogy ilyen szempontból is ez egy jó időszakban van a kiállítás, hiszen elindult az iskola, abban reménykedünk, hogy nem csak Szekszárdról, hanem a környékből is minél több iskola el tud jönni. Mi rajta leszünk, hogy várjuk, és várjuk őket nagy szeretettel. A Kárpát-medencei múzeumok legjellemzőbb műtárgyait felvonultató vándorkiállítás december 10-éig látható. Kiállítás nyílt a Tolna vármegyei SC Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskolában. Az intézmény folyósó galériáját Biszák László szekszárdi festő mintegy 40 darab alkotása díszíti. Úgy is befolyt a délután, befolyt a nap és az alkalom. Befolyt a perc, befolyt a rét, befolytak minden jegenyék. A távolból utak, terek, ázott foltokban emberek, gágyak, bongyók, méhek és napfényben fúló zűnögés. A táj, mi volt, az ősz, mi jön, múlt heverés meleg körül. A Tolna vármegyei szakképzési centrumhoz tartozó Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola diákjának előadásával nyitották meg az intézmény folyosó galériáját. A szervezők Biszák László szekszárdi festőt kérték fel, hogy legyen az első kiállító, aki egyébként mintegy 40 alkotását ajánlotta fel. Vegyes érzelmek voltak, de mindegyik pozitív, mert 10 pár évvel ezelőtt jártunk ide rendszeresen kiállítani, és akkor még egy olyan barátom is köztünk volt, akivel itt rendszeresen minden alkalommal mi rendeztük be a kiállítást, és hát a mi képeink is többször szerepeltek itt, és nagyon örültem, mikor jöttem ide véletlenül tavasszal, hogy ilyen szépen rendbe rakták az iskolát, és akkor láttam, hogy a falak viszont üresek, és akkor adtam az Anikónak az ötletet, felvetettem, hogy régen a képektől ez roskadt, és hogy nem gondolták-e, hogy esetleg visszahozna azokat a régi időket, és mondta, hogy ők is gondoltak már erre, és innentől fogva ez egy közös cél volt, hogy most én itt vagyok, ez is a
A képeket ugye az ember mindig a legkedvesebbeket szeretné megmutatni, meg a legújabbakat, de mivel itt egy ilyen 40 kép van körülbelül, még meg se számoltam, a válogatás az úgy volt, hogy először a kedvenceket raktam bele a szatyorba, hogy azt hozom, és utána meg válogattam még, hogy még ez illene a kollekcióhoz minden, mert otthon van még vagy 100 darab, tehát ez a válogatás volt az egyik nehéz pontja a kiállítás létrejöttének. De végül is mind kedves nekem minden kép, mindegyiket szeretem, és kicsit vegyes, mert igyekeztem úgy összehozni a kiállítást, hogy aki ide bejön megnézni a munkáimat, az mindenki találja meg a szívének, lelkének megfelelőt. Dömötör Csaba kancellár elmondta, hogy évekkel ezelőtt volt már egy galéria az iskolában, amit most ismét szerettek volna életre hívni. 2010 környékén szakadt meg ez a korábbi kiállítás sorozat, amikor itt működött egy folyosó galéria. Aztán utána sajnos ugye ki is kellett költözni az iskolának az épületből, és egy évvel ezelőtt jöttünk vissza, vagy jött vissza az épületbe az iskola. És ugye az első év az mindig arról szól, hogy belakjuk az új lakásunkat, hát új épületünket, iskolánkat, és amikor ez már így megtörtént, akkor ismét felmerült itt a gondolat, hogy főleg az itteni vezetők fejében, hogy induljon újra ez az akkori nemes kezdeményezés. És hát ennek keretében került sor a mai napon az első kiállítás megnyitójára, amiben nem az első, vagy reményeink szerint nem az első és egyben utolsó, hiszen már tervezzük a következőt is, aki majd néhány hónap múlva ismételten itt lesz. Hogy én azt gondolom, hogy egy kiállítást egy szekszárdi iskolában szekszárdi festőművésszel kezdjük. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ő szponzorálta is ezt az iskolát, és támogatta az iskolának egy nagy rendezvényét, ahol felajánlotta egy festményét egy tanulmányi versenyen díjazásként, ami egy nagyon nagy vonalú gesztus, és azt gondolom, hogy ezt feltétlenül megérdemli azt, hogy ővele nyissuk meg. A harmadik meg egy személyes dolog, bár az én szavam ilyen esetben a legkevésbé számít most, én személy szerint is nagyon kedvelem, és nagyon kedvelem az ő művészetét, és ez most itt pedig megint csak egy nagyon fontos, hogy ráadásul még én is nyithattam meg. Úgyhogy ez így fontos, és talán így jött össze, hogy pont visszájbáznak. A kancellár hozzátette, az iskola és a művészet között jelentős kapcsolódás van. Ez a nevelés. És mást és más módon szólítunk meg az iskolában, és mást és más módon szólít meg egy művész. De azt gondolom, hogy ha ezt a kettőt össze tudjuk kapcsolni, és az iskola falai között megjelennek azok a képek, amik most is itt vannak például, vagy bármelyik művésznek a képei megjelennek, az biztos, hogy valamiféle hatást gyakorol az itt tanuló diákokra. Hogy ez gasztronómiával hogyan párosul, vagy egyáltalán párosul-e, azt gondolom megint egy izgalmas kérdés lehet, hiszen itt az itt tanuló gyerekek azért tanulnak egy csomó olyan dolgot, ami a művészethez kötődik. Hiszen az ételek is korokban, bizonyos művészeti korokban születtek, és nagyon sok képen tudunk felfedezni ételeket, ételkompozíciókat. Ez is egy kapcsolódási pont lehet. A másik pedig nagyon fontos, hogy a gyerekeket mi neveljük is. És ezért a szakképzésben nagyon fontos a szakma, és nagyon fontos a nevelés. Ez egyik szintere most éppen. A kiállítás november 17-éig tanítási napokon 10 és 14 óra között tekinthető meg. Megjelent Csepregi Ferenc templomaink című kötete. A szerző, aki maga is kisszékei származású, immár harmadik alkalommal ragadott tollat, hogy szeretett faluja értékeit, kulturális és történelmi örökségét nyomtatott formában őrizze meg az utókor számára. A kötetet a 800 éves kisszékei címmel szervezett egésznapos programon mutatták be.
Székely település 8 évszázadon átívelő megmaradásában a szülőföld szeretete, a közösség összetartó ereje és az aktív hitélet egyaránt szerepet játszott. Napjainkban a település két szakrális épülete emlékhelye hirdeti, hogy őseink tisztelete, a múlt megismerése, az értékek megőrzése közös feladatunk. Szeptember 23-án a kisszékelyiek mindezek mellett tettek tanúbizonyságot, amikor a 800 éve épült Árpád-kori templom területén emlékhelyet, a 200 éve felszentelt római katolikus templom falán pedig emléktáblát avattak. A falu múltjáról, örökségéről Csepregi Ferenc, a Kisszékelyi Kulturális Egyesület elnökségi tagja már több könyvet is írt. Az ünnepi évfordulón harmadik, Templomaink című kiadványa jelent meg. Ez a harmadik könyvnek a mottoja, hogy a templomaink, mert a templomainkhoz közösség kötődik, a templomainkhoz sok minden kapcsolódik. 800 évre visszamenőleg a múltat megismerni, az gondolom, hogy minden embert örömmel telt el. Ebben a könyvben nagyon sok olyan kapaszkodó van, ami az 1900-as évek elején, 1202-3-4 az osztálynaplók névsora, ahol ha valaki elkezdi a családfaját kutatni, akkor ott megtalálhatja nagymamának a nevét, annak az édesapját, édesanyját, lakóhelyét, milyen utcában lakott, 1850-es évekből származó térképek, utca névsorok, ki milyen házban lakott, tehát számtalan olyan dolog, ami úgy gondoltam, hogy olyan közkincs lehet, ami hogyha az én tudomásom jutott, akkor ezt meg kell mutatni másnak is. Ebben a könyvben nem csak a templomokról van szó, hanem szó van a középületeinkről, azokról a keresztekről, amiket állítottak a határban az elmúlt századokban. Vannak még az iskolával kapcsolatosan olyan dokumentumok, amit menet közben kerültek elő. De minden olyan dolgot, persze sokat ki kellett hagyni, ami úgy gondoltam közérdeklődésre tart számot, és talán elveszik örökre, hogyha most ezt nem jelentetjük meg, azt megpróbáltuk. Hát mindegyik könyv nagyságrendben ekkora volt az első kettő is, és hát nagy öröm, hogy ide most ebben másfél órában, mióta meglátták, hogy van, azóta csak húzogatják a kavátomot, hogy Ferike, gyere, és akkor szeretném, ha aláírnád meg. Mert én még persze Kisszékelyben mindig Ferike vagyok, ez nem árulok el titkot, de én nekem ez a legkedvesebb megszólítás, ami csak lehet, pedig azért már van egy néhány őszhajszálam. De én ezt a szeretet jelének fogom föl meg annak a ragaszkodásnak, ahogyan engem itt szeretnek Kisszékelyben. Pincehen született abban az időben mindenki, majd egy hét múlva hazakerültem ebbe a faluba, és azóta nem engedek Kisszékely. Itt jártam általános iskolába, első hatosztályt itt jártam, azt követően Tamásiba kerültem, de mindig a barátaim, a rokonok, ez a millió, ez mindig vissza csábított. Megalakult 35 éve ezelőtt a Kisszékelyből elszámoltak baráti köre, akkor az alapító tagok között voltam. 35 éve ezelőtt még más világ volt, még a rendszerváltás előttről beszélünk, és akkor abban az alakuló csapatban az édesapámmal is idősebb emberek voltak. És az, ahogyan ők viszonyultak Kisszékelyhez, ezek között sokan voltak, akik hosszabb ideje távol voltak a falutól, voltak, akik csak 5-10 éve, de mindenkiből azt sugárzott, hogy neki Kisszékely az jelenti a gyökereket. És valahol itt volt az első állomás, amikor én még jobban kötődtem ehhez. A következő ilyen pont talán az volt, amikor olvastam egyszer Simon Tóni a Történet című könyvet, és ott azt láttam, hogy Glück Johann képviseli Kisszékelyt, mint elöljáró egy Simon Tóniai valamilyen rendezvényen, és akkor kezdtem a család történetét kutatni, és mondom, ez csak nem valamelyik nagypapa lehet. És hosszú-hosszú kutató munka után kiderítettem, hogy igen, Zombáról érkezett 1806-ban a friss feleségével,
és 1828-ban már esküdt volt Kisszékelyben. Ebből alakult ki az a fajta irányultság, hogy kezdtem kutatni tovább a közösség történetét, a falu történetét. Megszerveztük ezt az átjatást, ami ugye eredményeképpen megtaláltuk az Árpád-kori templomot, és mindig, mikor egy újabb ismeretet tettem szert, akkor úgy gondoltam, hogy ezt meg kell osztani. Ez egy kapocs lehet, egy gyökér lehet, egy kötődés lehet azoknak, akik ezt nem ismerik. Egy komoly lendületet kapott akkor, amikor azon kezdtünk gondolkodni, hogy hát hány éves is lehet Kisszékely, 500-600, mennyi? És akkor eszembe jutott, hogy talán ásatást kéne szervezni, megtalálni a templomot. Sikerült megszervezni egy nagyon jó hangulatú, egy olyan felemelő érzés volt ide minden nap eljön, amikor fiatal gyerekek, 80 éves nyugdíjasok, keresték, kutatták a múltjukat, és mikor valamit találtunk, akkor mindenki boldog volt, és ez heteken keresztül zajlott, és azt gondoltam, hogy nekik ezt nem tudjuk másképp megköszönni, mint úgy, hogy időt végezetéig mutatjuk, hogy ők voltak, akik segítettek, ezért föltüntettük a nevüket is, ahogy csak lehet, és hát megpróbáltuk ennek a hangulatát a fotókkal érzékeltetni. Minden nap készült a résztvevőkről egy fotó, és ezeket publikáltuk a könyvbe, mert ők a szövetségeseink, tehát ők segítettek minket ahhoz, hogy nekünk most ott az Árpád-kori templom emlékeljünk, és azért senki nem kért egy fillért se, és mosolyogva is örömmel tette. Minél tovább megyünk, távolabb megyünk vissza az időbe, annál kevesebb a dokumentum. De mindig vannak jó szándékú és jó akaratú emberek, és őket valahol mindig megtalálom. Hogy egy példát mondjak erre, megtaláltam egy 1811-ből származó latin nyelvű kézzel írott kanonika vizitációs jegyzőkönyvet. Itt a paploknak a lomtárába. Mert nem került le a pécsi püspökséghez mikor megszűnt az önálló plébánia anyaga. Ez történt kb. 10 éve, és eltettem ezeket az adatokat egy kis dobozba, hogy majd valamikor valami jó lesz. És mindent a püspökségi levéltártól a Dolnamegyei levéltárig mindent lehetőséget átkutattam, de nem találtam olyan adatot, amiből tudtam volna igazolni azt, hogy mik azok az erekjék, amiket a régi templomban is használtak, és az újba is átvittek. És akkor eszembe jutott, átforgattam ezt a dobozt, és ebben megtaláltam ezt a kéziratot. Horribilis összeget kértek volna a latin nyelvű fordításáért, több százezer forintot. És akkor Mátyás Imre, aki volt Tamásiba papjával, plébános nagyon jó viszonyban voltam akkor, amikor ott volt, meg később is. És ő egy nap alatt elrendezte, hogy nekem ezt lefordították a lényeget, és ma ezért tudjuk, hogy milyen erekéket hoztak át a régi templomból. Tehát az, hogy ugyanazt a harangot halljuk, mint amit a nagyszüleink, hogy ők apáink 300 éve szólította őket a templomból, az a tudat, az nem hiszem, hogy nem felemelő. Vagy hogy ha valaki letérdel az oltár előtt, akkor azelőtt az oltár előtt térdel le, amelyik abban a régi templomban volt. Ha megkeresztelnek valakit, és kereszteltek minden évben egy-két gyereket, az abból a keresztvisszatartóból történik, amit az 1700-es években. Tehát ez óriási eredmény, ez annyira jó leső érzés. Kő esett le a vállamról,
de már a gondolatomban vannak, hogy hát azért még el is olyan érték, amit azért kéne ismerni embereknek, vagy kéne tudni, nem tudjuk, most következik megint egy kis gondolatébresztő, majd meglátjuk, hát nyilván reméljük egészség lesz hozzá, meg a csapat is együtt lesz, és akkor továbbra is nyilván kiszekelje a szívem egy darabja, és lehet, hogy ebből még könyv is lesz. Önök kulturális magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!